Sziasztok! Ebben a mai videóban Danival fogunk kóstolni egy különleges Zord nevezetű italt. Igen, ezt az italt Balázs Kix és Balogh Levente gyártja. Ugye a Balogh Levente az a Szent Királynak az atyja. Így ugye a Pachert Balázs, ugye a Balázs Kix az meg ugye a nagy cipőmágus. És egy közös kollab keretein belül ezt a Zord nevezetű italt szabadították a piacra, amit igen, most jól megkóstolunk, hát, hogy milyen. Az a kinézetéből már látszik, ugye, hogy ez egy prime copy igazából. Egyértelmű. Annyi, hogy ugye fekete, és amúgy sokan mondják, hogy a leszarom tabletta régen volt ilyen kis fekete tubusba, ugyanilyen citromsárgával, hogy arra hasonlít így a kinézete. Föl is rázom, nem tudom, ez lehet, jó ötlete. Figyelj, lehet, hogy fel kell. Szóval megkóstoljuk, igen. Ez elvileg ugye egy hidratáló ital. Mangó illat az jön. Azt érzem, azt már egyedül. Amúgy az íze mangó, marakuja, citrom és lime. Na mit szólsz? Hát ebből a mangót éreztem. Mangót fixen érezni. Azt kell, hogy mondjam, a többit hogy nem. Jó, még nem mondok semmit, kóstold meg te is. Meglepő, szerintem. Én azt mondom, hogy a prime-oknál sokkal azt jobb. Azt akarom mondani, hogy ezt azért így elég megugrott a négyszer hamar. Sokkal inkább szomjoltóbbnak érzem, mint a prime-ot. És nem is olyan tömény, ugye? Ebbe édesítőszer van, meg cukor, azt megnézed? Édesítő lesz, nincs benne kalória, semmi. Ha, akkor édesítőszer. Ásványi anyagok is akadnak, kókuszvíz is van benne. Az a prime-okban is van, ugye az alapanyagja, jó, hogy értemnek. 10% a kókuszvíz, ez nem rossz arány szerintem. És akad sok minden, elbetűs benne. Ja, igen, amiket szoktak rakni, azt belerakták, csak hogy az arány. Valahogy sokkal inkább szomjoltabbnak érzem, és ilyen lágyabbnak így az állagát is. A prime-ok töményebbek, ugye én már elég sok prime-ot ittam, meg ugye múltkor Nivek is ívott egyfajtát. Én azt fel is ígítanám felesbe, de ezt például nem kell. Ezt meg lehet kóstolni, és és ez tényleg, ez így szerintem egy sportolás után tényleg szomjoltabb. Igen. Nyilván egy kicsit édes, de hogy egyáltalán nem érzem annyira brutálnak. Ezt meg lehet inni egész nyugodtan, mert nem szorul görcsbe se a gyomrot, se a szád tőle, úgyhogy. Úgyhogy nem rossz cucc. És amúgy ezt itt megemlítem, hogy ez nem egy szponzorált cucc, tehát mi ezt megvettük. Mi mindegyiket megvettük a kóstolás. Igen, úgyhogy minket sajnos nem látnak el ingyen szállítmánnyal, úgyhogy így a tényleg a valós véleményünket mondjuk. Így van. De meglepődtem, én azt hittem, hogy rosszabb lesz, és nem gondoltam, hogy a Prime-nál jobb. De mondjuk a Prime ez tényleg annyira gyengus, úgymond, az nagyon nem rakta magasra a mércét. De ez tényleg jó, és ezt akár tényleg egy ilyen Powerade mellett be lehet vállalni egy sportolás után. Hát én egyébként, ahogy felvezettük az egészet, nem gondoltam volna, de ez egész jó. Ja. Hát kellemesen csalódtam. Valószínűleg ugye a Balogh az tényleg érti a ha már benne van az üdítőpiacban, érti a dolgát, így valószínűleg azért amiatt is lett ez ennyire jó. Vagy úgy, akik hogy nem tudom, keverik ezeket, mert biztos annak vegyészmérnök. Ja, hát nyilván, csak hogy ő neki van annyi pénze, hogy megfizesse ezeket. Hát látszik. Ja. Látszik, úgyhogy lehet, hogy ez szerintünk ez lehet, hogy robbanni fog egyet. Meg ezt még meg is lehet inni, tehát ez nem csak a hype, igen, ami körülötte van, hanem valósan iható. Mert meg valószínűleg ugye itt náluk nem is lesz akkora hype, mint például egy Logan Paulnak, meg KSI-nak, ami volt. Meg hogy a Balázs Kix, meg a Balogh Levente sem akkora népszerű, mint ugye a külföldi influencerek. Hát világon de itt, nyilván, itt Magyarországon se azért szerintem akkora nagy nevek, tehát vannak náluk nagyobb nevek. De jelenleg a trendek szerint azért szerintem legalább egy hasonló népszerűséget az itthoni boltokba el lehet majd velük csípni. Majd valószínűleg igen, meg hogyha tényleg jobb ízű, tehát mi annak érezzük, akkor lehet, hogy az emberek inkább ezt veszik le a polcról. De ha jól tudom, ez annyira friss, hogy ez még a múltkor nem is volt, igaz? Ez, igen, és ez csak webshopból lehet amúgy rendelni még egyelőre. És te is onnan szerezted? Igen, és tippelj meg, hogy mennyi az ára. Mennyi ez, fél liter? Aha, fél liter. Én 800-900 forint. 990 azt hiszem. Közel. Úgyhogy közel. Azért elkérik az árát. Hát valószínűleg ennek is idővel egy kicsit lentebb fog menni. De most még az elején. Vagy fentebb. Az is meglátjuk. De a Prime így dől be, szóval lehet, hogy ez is majd így követi árban. Meglátjuk. Nem megvehetetlen árazás szerint. Ja. Úgyhogy ezt még azt mondom, hogy meg lehet próbálni. Egész nyugodt. Jó, szóval ez volt az én és Nivek véleménye az italról. Kapcsoljunk át Bobhoz, mert Bob is megkóstolja. Sziasztok, Bob vagyok! Nivek és Dani után én is megkóstolom ezt a Zord
hidratáló italt, ami mango, marakúja, citrom, lime ízű, szénsavmentes, cukormentes ital, kókuszvízzel, aminosavakkal, ásványanyagokkal és édesítőszerekkel. Elvileg hasonló ízű, mint a Prime, én úgy tudom, kóstoljuk is meg. Én még nem ittam ilyet soha, tehát ez lesz az első. Hát ez szerintem ilyen enyhébb, nagyon ilyen light-os, tehát itt van mondjuk a kólában a light, ez is ilyen, nincs annyira íze, nem lehet annyira kivenni az ízét. De egy Prime-hoz képest jobb vagy rosszabb? Szerintem ez egy Prime-hoz képest rosszabb. Tényleg? De lehet az is, hogy túl sok ideig volt a hűtőbe és kicsit bevizesedett az íze. Attól csak jobban kell. Nem, ez pont az, hogy enyhébb, de cserébe sokkal jobban hidratál. Nem tudom, nekem full olyan most, mintha vizet innék és kicsit lenne sok benne ilyen édesítőszer. Szóval te azt mondod, hogy neked a Prime jobban ízlik? Hát, hogy jobban éreztem az ízeket, én azt mondom. Várj, megkóstoltam, mert én kóstoltam a... Ugye a nivekkel. De ugyanezt az ízt? Ugyanezt az ízt, mert csak ugye egy íze van az ornak. Én nivekkel is megkóstoltam, csak akkor ott már nem volt ennyire hideg. Mert ja, ott már így kiolvadt. Kóstold meg. Mire kóstoltuk. Akkor is nagyjából ennyi íze volt, de szerintem ez nekem böszmén ízlik. Nekem. A Prime-hoz képest, tehát a Prime olyan töményes ihatatlan, az igaz, az töményebb, de ez meg szerintem túl light-os, tehát kéne egy kicsit több íz, én úgy érzem. Igen, hogy túl enyhe. Nem úgy, talán a lime-ot érzem kicsit, meg a citromot, de nagyon enyhén. Szerintem mangót érezni. Mangót? Aha. Tehát nekem Nivek és Danival ellentétben nekem nem jött be annyira, mert tényleg ilyen nagyon light-osnak érzem én. És a Prime-ok azok azért így édesebbek. Lehet, hogy azok már túl édesek, ez meg szerintem túl ilyen light ízű, valahogy a kettő közti határt kéne megtalálni szerintem. És a műség terén a Prime-ot nem érezted túl íznek ehhez képest? Hát igen, de itt meg az a baj, hogy nem nagyon érzek íz, tehát ezen jó, lehet az jobban nem, hogy nem mű annyira, de igazából nem érzek külön semmit. Víz ízt érzek, meg mondom, kicsit az citrom, meg a lime-ot, de mást úgy nem annyira. Ez lett volna a véleményünk a Zordról. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!